És akkor a szépségvitaminokkal folytatjuk a délelőtt mai adását. Itt van már velem a stúdióban Erdei Lilla dietetikus. Szia, szeretettel köszöntelek. Ugye az előbb a hajunk egészségéről beszélgettünk, akkor folytassuk ezzel, hogy dietetikusként megvannak azok az alapanyagok, amiket be kell tennünk az étrendünkbe, hogy egészséges hajunk legyen? Vannak ilyen hajvitaminok, vagy hajnyomelemek? Inkább azt mondanám, hogy van egy kiegyensúlyozott egészséges táplálkozás, ami a legtöbbet tesz hozzá, hogy megfelelően szépek legyünk, egészséges legyen a bőrünk, a hajunk, a körmünk. Ugye a D-vitamint szoktuk emlegetni, mint ugye a bőrnek a vitaminját, a hajnak is van ilyen vitaminja? Hát inkább a B-vitaminok. D-vitamin az a csontok egészségéhez kell, és Magyarországon elég gyakori a minimális D-vitamin hiány. Ezzel szemben a B-vitamin hiány az ritkább, hogy az előfordul. Magyarországon az az igazság, hogy bármilyen vitamin, súlyos vitamin hiány elég ritka, mi itt azért nem eszünk annyira rosszul, mint mondjuk azért vannak olyan országok, ahol nagyon komoly vitamin hiányok, meg nem csak vitamin, mindenféle tápanyag hiány előfordulhat. De mondtad te is, hogy mondjuk az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás lenne az ideális, na de hát azért említsünk egy pár olyan nyomelemet, vagy alapvető alapanyagot, ami segítheti a hajunknak az egészségét. Minél több zöldség, gyümölcs, több irányból. Például ott van az A-vitamin, aminek hajhullás lehet az egyik tünete a hiányának, de ugyanakkor a túladagolás is lehet a hajhullásnak az egyik tünete. Vagy például nagyon súlyos niacin hiány, B3 vitamin hiány esetén, az nagyon súlyos, ott kialakul egy pellagra nevű betegség, ez pedig úgy néz ki, hogy a nap érte helyeken, ahol UV éri a bőrt, ott elszíneződik, sötétebb lesz, és egy ilyen erősebb szarú réteg keletkezik, de Magyarországon én úgy tudom, hogy ez meglehetősen ritka. Ha mondjuk egészséges hajat szeretnénk, és mondjuk a táplálkozásunkra odafigyelünk, akkor érdemes mondjuk kúraszerűen például ilyen B-vitamin kúrát tartanunk? Maximum kúraszerűen, nem szükséges külön szedni ilyen vitamin. Megfelelő mennyiség zöldséget, gyümölcsöt, teljes őrlésű gabonát, belsőséget, húsfélét kell enni. Itt azt olvasom, hogy például a csallán és a mezei zsúrlófű segítheti a hajnak a növekedését. Akkor vannak ilyen csodaszerek? Én nem tudok róla, nem is zárkózom el előle, hogy lennének ilyen csodaszerek. Én azt gondolom, hogy tényleg ne legyen semmilyen hiány, és akkor megfelelő módon tud nőni. És ez pedig mindenkinek egyéni, hogy kinek hogyan nő a haja. Akkor, hogyha van valamilyen hiány, betegség, akkor elképzelhető, hogy lassítja mondjuk a hajnövekedés, vagy fokozza a hajhullást, és azzal, hogy helyreállítjuk ezt a hiánybetegséget, azzal visszatér a normál ütembe, de ez mindenkinek nagyon egyéni. Még azt olvasom, lehet, hogy ez is csak ilyen városi legenda, hogy a köles például hozzájárul a hajgyökereknek a sejt felépítéséhez. Hát vannak, a kölesről már beszélgettünk, mint jó alapanyag, igen, vagy mint jó alternatív köret. Mi a helyzet itt a hajjal kapcsolatban? Megmondom őszintén, erre is azt tudom mondani, nem zárkózom el előle, hogy lehet, hogy van ilyen tulajdonsága is, de az biztos, hogy egyik sem egy kiemelt csodaszer vagy superfood, ilyenek nincsenek. Mi a helyzet a bőrünkkel? Mert ugye ezek a szépségvitaminok ugye a hajunkat, a bőrünket és a körmünket szokták általában megcélozni. A bőrünknek mivel tehetünk jót? Igazság szerint a legtöbb embernél nem is a vitamin hiány okozza mondjuk a bőrnek a fakóságát vagy szárazságát, hanem a folyadék hiány. Hogy nem feltétlen vitaminpótlásra lenne szükség, hanem sokkal-sokkal több folyadékra. Ebben sokszor úgy tud segíteni a vitamin, hogyha ezt mondjuk valaki ugye valamilyen tablettás, kapszulás formában veszi be, hogy azzal is azt a 2-3 decivel többet, több vizet iszza meg, amivel beveszi. De legtöbb esetben csak mondjuk felépíteni, több folyadékot inni, pár hétig már nagyon látványos javulást érne el a bőrnél. Ez azt jelenti, hogy akkor a bőrünk öregedését megelőzhetjük mondjuk a megfelelő mennyiségű folyadékbevitellel? Így van. Csupán ezzel. Persze nagyon sok minden számít, tehát hogy például milyen környezetben él. Egy városi embernek nincsenek annyira jó esélyei a levegő miatt, mint mondjuk egy vidéken élőnek, ahol jobb a levegő, hogy milyen a bőre, ezzel még pluszba hozzátehetünk ahhoz, hogy ugye mennyi folyadékot iszunk. Itt a szelén már szerepelt a délelőttben egy korábbi beszélgetésben, de az is nagyon fontos, hogyha a bőrünket nézzük, a bőrünk egészségét, igen, nézzük. Ezt miben találjuk? Zöldséget.
Zöldségek? Ilyen egyszerű? Igen, belsőségekben van még nagyon-nagyon sokféle vitamin, ásványi anyag, amit még nem ártana fogyasztani, persze mértékkel, nem kell minden nap, de mondjuk egy hónapban egyszer-egyszer az asztalunkra kerülhet. A C-vitamin is fontos szerepet játszik. A C-vitamin hiányban mennyire szenvedünk? Azt azért általában nem szenvedünk? Nem nagyon. Tehát, hogy mondjuk Magyarországon nagyon alacsonyra van belőve a minimum C-vitamin bevitel, ezt a legtöbb ember teljesít is, hogyha még ezt a duplájára emeljük, még akkor is. Mert sokan szedünk azért, én is jó magam is szedek C-vitamin tablettát, ha nem is minden nap, de amikor eszembe jut, azért beveszek egyet, ezek ilyen 500-1000 mg-osak. Ez jót tesz nekünk, jót tesz mondjuk a bőrünknek? Vagy ragyogóbb lesz mondjuk az arcbőrünk a C-vitamintól? Plusz 500 vagy 1000 mg C-vitamintól nem lesz még ragyogóbb a bőr. Az nyilván számít, hogyha valaki túl keveset fogyaszt belőle, de ekkora töbletet felesleges. Tehát azért, mert mondjuk valaki dupla C-vitamint vesz be, attól nem lesz neki még szebb a bőre, és ez ugyanígy igaz minden vitaminra. Azért, hogy ha növeljük annak a mennyiségét, nem lesz még jobb a hatása. Tényleg csak azt a limitet üssük meg, ami a hiányt okozza. Na most a körmünk is sok mindenről árulkodhat, hogyha valakinek gyenge, vagy így könnyen betörik a körme, a mögött milyen okok lehetnek? Elképzelhető, hogy mondjuk kálcium hiány áll mögötte, vagy tulajdonképpen bármelyik vitamin hiány, de nagyon-nagyon sok esetben kevesebb kálcium. Ez gyakori is manapság, hiszen a magyarok elkezdtek sokkal kevesebb tejet, tejterméket fogyasztani, ami Magyarországon a legjobb forrása lenne a kálciumnak. Ez azt jelenti, hogy akkor mondjuk napi plusz egy pohár joghurtot mondjuk érdemes lenne elfogyasztani? Például, vagy plusz kétszeles sajtot. Hogyan érdemes becsempészni akkor ezeket a kis plusz kálcium forrásokat a mindennapi táplálkozásunkban? Például jól mondtad, hogy 10 óraira többször lehet választani joghurtot, vagy valamilyen egyéb tejterméket, lehet csinálni túrókrémet mondjuk, hogy egyszer-egyszer az kerüljön a szendvicsre felvágott helyet, vagy egy icipicit több tejet lehet tenni a kávéba, így. Naponta fél liter tej, vagy annak megfelelő mennyiségű tejterméket kellene fogyasztanunk, nem is sokat, tehát nem ennek a tripláját, az sem jó, de a legtöbb magyar nem érje el ezt a mennyiséget. Nem tűnik olyan soknak ez a fél liter tej, hogyha valaki szereti a tejet, itt például a kollégáim reggel szoktak kakaót inni uzsonnára, vagy 10 óraira, nem is tudom, minek nevezzem, de én például nem szeretem így a tejet fogyasztani, akkor mondjuk nekem a sajt mennyiséget például kellene megemelni. Igen, ráadásul a sajtban sokkal több kálcium van, hiszen abban ott van összesűrűsödve, felgyűlve, tehát abból nem is kell azt a hatalmas mennyiséget elfogyasztani. Na most megnéztük a töredezett körmöt, de mi a helyzet akkor, amikor azok a fehér foltok jelennek meg a körmünkön, az mire utal? Az jelenti általában a kálcium hiányt. Azt hittem, hogy az valami vitamin hiány, nem A-vitamint szoktunk ilyenkor szedni. Arra is lehet fogni, de inkább kálcium. Mi a véleményed összességében, hogyha vizsgáljuk a szépségvitaminokat? Ezt is a mai, nem tudom, gyógyszergyártók találták ki, hogy eladhassák a hölgyeknek ezeket a tablettákat, vagy van tényleg mögöttes tartalmuk van is? Van alapja, hogyha valahol hiánybetegség van. Én nem a gyógyszergyárakra, inkább az étrend kiegészítő gyárakra fognám a dolgot, tehát nyilván ők is el akarják adni a termékeket, de van alapja, hogyha hiány van, akkor azt pótoljuk, és nyilván egészségesebbek leszünk. Legtöbb esetben a kiegyensúlyozott étrendhez bőven elég lenne, nem szükséges étrend kiegészítőt fogyasztani. Egy-két esetben indokolt lehet ezeknek a fogyasztása. Kúraszerűen, hogy mondjuk egy kicsit többet adjunk a szervezetünknek, érdemes bevenni ezeket a tablettákat, és ha igen, akkor mire figyeljünk oda, hogyha mondjuk más gyógyszert is szed például valaki? Hogyha valaki más gyógyszert is szed, akkor mindenképpen konzultáljon az orvossal, olvass el a betegtájékoztatót, hogy összeférnek-e. Hogyha valaki nem szed más gyógyszert, akkor én azt javasolnám, hogy egyszerre többféle étrendkiegészítőt ne fogyasszon. Lehet kúraszerűen ezeket fogyasztani, hogy mondjuk egy doboz multivitamint beszed, de akkor ne szedjen mellé még pluszba C-vitamint, pluszba cinket, pluszba vasat, mert valószínűleg abban a multivitamin készítményben minden lesz elég, nem kell feleslegesen többet bevinni. Elfogyott az a doboz, lehet pár hét szünetet tartani, és én azt javasolnám, hogyha utána úgy érzi, hogy újra kezdi, akkor esetleg kipróbál más márkát. Hiszen lehet, hogy más formában van benne az a vitamin, ásványi anyag, egyéb bioaktív anyag, vagy más vívőanyagba teszik, és lehet, hogy az egyikből ez hasznosul jobban, a másikból az hasznosul jobban, és ezzel
tehetjük a legtöbbet, vagy matematikailag ez a legjobb valószínűleg, hogy kiegyenlítetten jut be minden a szervezetbe. És itt is fontos azért a mértékletesség. Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm, Lila, ezt a beszélgetést. Szépen.